Műsorunk támogatója a Hargita népe. Önök a Csíkszeredában készülő Hargita magazint látják. Jó estét kívánok! Mai magazin műsorunkban lesz farsang búcsúztató, hírt adunk a székelyudvarhelyi Zenegödörrel kapcsolatos tervekről, és beszámolunk a gyergyószentmiklósi progim jégkorong csapat körüli legújabb eseményekről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Ijesztő figurák, jelmezek és sok nevetés lepte el Kászon község falvait, ugyanis Hargita megye tanácsa, a Hargita megyei kulturális központ, valamint a farsangoló hagyományőrző csoportok itt szervezték meg a megyei farsang búcsúztatót február 14-én. A rendezvényen Alsósófalva, Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, Csíkszentsimon, Csobotfalva, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Szentegyháza és Kászonaltisz hagyományőrző csoportjai mutatták be műsorukat. A helyi kászonaltizi csapat mellett 12 Hargita megyei hagyományőrző csoport vett részt a hagyományos farsang búcsúztatón. A színes jelmezekbe öltözött farsangolók bejárták Kászon község minden zegét zugát, a helyiekkel együtt mókázva, táncolva búcsúztatták a telet. Ostorokat csattogtatva, énekelve, kúrjongatva vonultak fel Kászon község településeinek utcáin a hagyományőrző csoportok. Az erre az alkalomra készített ostorokkal hatalmasakat rittyegtető figurák mindent elkövettek, hogy elűzzék a telet, a hideget, a ködöt. A Hargita megyei kulturális központ által 23. alkalommal szervezett közös mulatozásra a megye minden régiójából érkeztek jelmezbe vagy székely ruhába öltözött télűzők. Azt gondolom, hogy a hagyományainkra oda kell figyelni, és főleg, hogyha olyan tevékenységekről van szó, ahol a jó kedv, a jó hangulat és hát a különböző szokásainknak a elevenítéséről van szó, akkor annak helye van. A megyei farsang búcsúztató egy ilyen rendezvény, esemény, amelyre eljönnek a megyéből, minden térségből települések, és hát úgymond végigjárják a falvainkat, ezáltal a közösséget is összefogásra, úgymond kalákában való felkészülésre ösztönzik, de ugyanakkor lehetőséget teremtünk arra is, hogy ezen a napon nagyon sokan Hargita megyének ebben a felében jól érezzék magukat, akik akár máshonnan jöttek távolabbról, hisz az ősi hagyományaink, az értékeink, és hogyha mindez társul mókával, azt gondolom, hogy annál egy sikeresebb recept nincs ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Megkérünk, hogy járuljatok az úr asztalához egy pohár italra, egy kis, mondjam azt, hogy agapé, ha így szabad, és éltessük egymást, hogy az Isten adja, hogy még a következőkor is itt találkozzunk. Éljetek sokáig, köszönjük, hogy eljöttetek, tessék jönni! A helyiek a farsang elmaradhatatlan ételeivel várták a más településekről érkezőket. Zsíros kenyér, szalonna, főtt krumpli, almás tészta és fánk sorakozott a boros kancsók és helyi gyümölcspálinka mellett. Cigánynak, menyasszonynak és vőlegénynek, állatfiguráknak, törökbasának, kutyafogónak, cipőpucolónak, ördögnek és halálnak öltözött jelmezesek perdültek táncra a helyiekkel a hegedű harmonika akkordjaira. Nekünk ez nagyon régi hagyomány Ditróba, ez a törökös jelmez, ugyanis a törökös jelmez az valamikor a háborúba, a férfiakat, mikor elvitték háborúba, a nők így próbálták megvédeni a falut, hogy beöltöztek férfi ruhába, azt úgy, hogy a székely szoknyát összevarták nadrágnak, hárászkendőkkel, ostorokkal így próbálták eljeszteni az ellenséget, és ez azóta hagyomány Ditróba. Minden település évről évre saját szokásai szerint öltözik fel a farsang temetésére. Vannak, akik székely ruhában, mások jelmezbe bújva maskaráznak. A falu végén meggyújtották a telet jelképező íjésnek hívott bábut. A síratóasszonyok síratása mellett elégették a sötétséget, hideget jelképező szalmabábut, majd folytatódott a mulatozás. A farsangi szokásaink
lelkileg megnyugtató, a lelki feszültségeket feloldó szerepe van, és ezt az antropológusok és a tudomány is mondja, hogy a farsang az úgy működött tulajdonképpen az európai népek életében, mint egy szelep, mint egy biztosító szelep, az ember lelki feszültségeit le tudta vezetni. A húsvét ünnepeket megelőző nagybőt kezdetőig tartó farsangi időszak zajos, hangos mulatozással ér véget. Akárcsak évszázadokkal ezelőtt a kászoni farsang temetésen is együtt táncoltak, kurjongattak, a Hargita megye tucatnyi településéről érkezettek és a helyiek. Elbúcsúztak a téltől, hamarosan elkezdődnek a tavaszi munkálatok, közeledik a bőt időszaka. Eltemették a farsangot a gyergyószentmiklósi sérült gyermekek napközi otthonában is. Az intézményben nem csak a gyerekek, de a nevelők is jelmezekbe bújtak a jeles napra, és együtt búcsúztatták a telet. A Napsugár az Esőben alapítvány által működtetett, fogyatékkal élő gyerekek és fiatalok napközi otthonában farsangi mulatságot tartottak. Nagy gonddal készültek a sérültek, mindenki jelmezt öltött, nagy volt a vidámság. Mint minden évben igyekszünk a gyerekeknek a jelmezt közösen előállítani, ez többé-kevésbé sikerült az idén is. A játékokhoz a kellékeket, ami olyan azt is a gyerekekkel, és hát amint látszik a teremdíszítést, azt mind közösen szoktuk a gyerekekkel csinálni. Mindig minden ünnepre nagyon készülnek, már ahogy ez le fog járni, már fogunk készülni a Valentin napra, mert hogy ez nekik ugyanúgy fontos, mint a többség iskolákba járó gyerekeknek. Ilyenkor nagyon jó a hangulat, az alkalomhoz illő énekeket énekelünk, volt már egy a bábújégetéshez egy ilyen úgymond táncpróba, úgyhogy az ilyen csárdás délelőtt volt, nagyon jó szokott lenni a hangulat. A napköziben minden ünnepet megtartanak, hisz a fogyatékosoknak ugyanolyan szükségük van ezekre, mint az egészséges gyerekeknek, és számon is tartják, mikor mit kell megünnepelni. Most is ügyességi játékokat szerveztek a sérülteknek a jó hangulat érdekében. Olyan ügyességi feladatokat, amiket mondjuk a mozgáskorlátozottak is el tudnak végezni. Nagyon fontos az, hogy mindenki részt vegyen, tehát a súlyossági foktól eltekintve, és hát mindenkit szoktunk díjazni. Tehát itt nem az a lényeg, hogy helyezéseket adjunk a gyerekeknek, hanem az, hogy egyet közösen játszunk. Egy nemrég iskoláskorú fiatalokból alakult együttes is részt vett az eseményen, együtt énekeltek a sérültekkel. Ők már többször is meglátogatták a napközit, önkéntesen, hogy jó kedvre derítsék az odajárókat. Ez az együttes valójában így három fiúból és én magamból áll, és nem olyan rég alakultunk, és úgy kezdtünk el ide járni, hogy Kingát megismertük, és általa megkért, hogy jöjjünk ide zenélni, és így ezáltal voltunk már karácsonyi ünnepségen velük, most voltunk nemrég velük egy különböző helységen, ahol születésnapjuk volt ennek az egyesületnek, és most itt vagyunk megint. Azért, mert jól érezzük magunkat itten, és szeretünk foglalkozni ezekkel az emberekkel, és ezekkel a kisgyerekekkel, hiszen ők is valójában emberek, és nagyon jól lehet velük érezni magunkat, és jól szoktunk szórakozni velük. Vidáman fogyasztották el a farsangi fánkot a gyerekek, majd a napközi udvarán elégették a télbábút is. Még idén elkezdődhet Székelyudvarhelyen az egykori stúdiómozi előtti tér átépítése. A munkálatok becsült értéke több mint 2.175.000 lej. Ekkora összeget hagyott jóvá erre az önkormányzat az idei költségvetés tárgyalásakor. Ha minden a tervek szerint halad, jövőre be is fejezik a térfelújítást. A polgármester hivatal még 2013-ban hirdette meg a térfelújításra vonatkozó pályázatát, a beérkezett pályamunkákból a lakók szavazata és a szakmai zsűri döntés alapján került ki a legjobb. Tavaly május végén került sor az eredmény hirdetésre, ennek értelmében a Zenegödör kapta a legtöbb voksot, második lett a térgyűrű, a harmadik helyen a szintér végzett. Többnyire fiatal udvarhelyi építészek vettek részt a kiíráson, az első díjazott csapat 1500, a második 1000, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett csoport pedig 500 lejnyi jutalmat kapott. A Zenegödör egyik tervezője eredmény hirdetéskor azt mondta híradónknak, reméli tervük meg is valósul. Mindenképpen remélem, hogy megvalósul az, amit elgondoltunk. A műszaki kihívásoknak sikerül eleget tegyünk, az a sok minden, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyen projekt meg is valósuljon a való életben, az,
ami megtörténhet, és remélem, hogy akár az Alla Breve kórus nyithatja majd meg a majdan átadásra kerülő teret. A városvezetés azt reméli, hogy a volt stúdió mozi előtti tér elkészülte után egy újabb közösségi helyszíne lesz a városnak, mint például a székelyudvarhelyi nyári esték rendezvénynek is helyet adó Dávid Ferenc tér. A tervek szerint a Csere utca sarkáig újítják fel a teret, összesen több mint 2000 négyzetméterről van szó. Kerékpáros sávot alakítanak ki, a járó felületre térkő kerül. Orbán Béla, a polgármester hivatal fejlesztési igazgatója a terveket mutatja, ebből kiderül még az is, hogy szökőkutat is kialakítanak. 209 négyzetméternyi zöld övezetet hoznak létre, ez a száma mostani többszöröse. A tanács elfogadta a megvalósíthatósági tanulmányt, és befogtuk a költségvetésbe a kivitelezési tervhez szükséges összeget. Ettől arra felé pedig következik majd, ha elkészült a tervnek a közbeszerzése, és ha minden nagyon optimálisan megy, akkor az év második felébe lehet esetleg a munkálatokat elkezdeni. Az illetékesről tudjuk, hogy a folyamat jelenleg még tervezési fázisban van, májusban lesz kész a dokumentáció, ezt követően meghirdetik a munkát. Akkorra már látszani fog, hogy mennyibe kerül a kivitelezés, a költségek módosítása miatt a téma ismét a helyi tanács elé kerül majd. Ha minden jól megy, jövőre elkészülhet a látványtervek szerint igencsak szemrevaló zenegödör. Mesefigurákkal teszik barátságosabbá a kórházi termek, folyósók falait, a gyergyószentmiklósi ifitékás fiatalok, hogy a beteg gyerekeknek szerezzenek örömet. Az önkénteseket idén is nagy örömmel fogadták a Városi Kórház gyermekosztályán. Negyedik éve látogat már az ifitéka a Betegek Világnapja alkalmából a kórház gyermekosztályára. Rendszerint ajándékot visznek, de amit ők adnak, az különleges, hiszen minden gyereknek szól. A negyedik alkalommal vagyunk itt, viszont a harmadik alkalom, hogy festünk is. Első évben döntöttünk úgy, hogy valami olyat kellene tennünk, értük, ami maradandó is lenne. És ezért gondolkoztunk abban, hogy megpróbáljuk kifesteni az amúgy egy pici csivár kórtermeket. És úgy a kórház alkalmazott, amire az igazgatóság nagyon-nagyon örül ennek a projektünknek. Ez még messze menően nincsen kész, tehát még jövőben is szeretnénk folytatni, mert most már elkezdtük, akkor be is kellene fejeznünk. Az ebédlőben vidám törpék fogadják a gyerekeket, az egyik folyosón mozdonyok mosolyognak a falról. Most ismét folyosón és termekben festett közel 20 fiatal, aki önkéntesen jött örömet szerezni a beutalt gyerekeknek. Az alkotáshoz szükséges festéket és egyéb kellékeket idén is az önkormányzat biztosította. Ugyanakkor kis ajándékcsomagokat is átadtak a gyerekeknek. Ajándékot is hoztunk narancsot, kekszet, lufikat tűrögetnek a gyerekek. Az egyik gyerekbe van öltözve, kenguru jelmezbe. Ők tűrögetik a lufikat, meg az ajándékokat ők fogják kiosztani. A kórház vezetősége, valamint a gyermekosztályon dolgozók is pozitívan fogadták a faldíszítőket, hiszen tudják, ez sokat jelent a gyerekeknek. Tulajdonképpen az, hogy a környezetüket nem, tehát ne legyen rideg, ne legyen barátságtalan, hasonlítson egy kicsit az otthon a melegéhez, a családi környezethez, ezért szorgalmaztuk és segítünk abba, hogy benépesítjük meserajzokkal, mesefigurákkal a termek, tehát a kórtermek falait, folyosóit, ebédlőjét. Ez pótolja sok a játszóterem hiányát, ugye ez most más kérdés, és nagyon-nagyon jó. Gyerekek felfigyelnek, felismerik a kedvenc figurájukat, és akkor ez sokat segít a fájdalmaikba, a tüneteikbe, megnyugtatja az anyukákat, valahogy otthonosabb. Ezt már megtapasztaltam svájci utamon, meg a magyarországi utakon, hogy mindenhol a világon ez nagyon fontos és érdemes megcsinálni. A gyermek úgy gyógyul, ha nyugodt, és kétszeresen jobban gyógyul, ha az anya is nyugodt. A doktornő elmondta azt is, a fiatalok érkezésekor éppen nem volt sok gyerek befektetve, de ez gyorsan változhat. Kevesebb gyerek van, mert a múlt hónapban nagyon-nagyon sok betegünk volt, és bizonyos normatívákat is be kell tartanunk, de a minden napokon, éjszakán, bármikor, ha sürgősség érkezik, állunk elébe, tehát beutaljuk, kezeljük. Per pillanat most, hogy hétvége is jött, hát most kevesebb van, de nálunk ez egy átmeneti állapot, lehet, hogy holnap már háromszor ennyi lesz. A kórházi tevékenykedés idején a fiatalok már azt tervezték, jövőre mit fognak festeni a még üresen álló falakra.
Ha minden a tervek szerint halad, idén felépülhet a székelyudvarhelyi városi strand mellett egy korszerű, műfüves futballpálya. A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia bővíti székelyföldi hálózatát, és Csíkszereda után székelyudvarhelyen is alegységet nyit. A helyi önkormányzati testület tavaly decemberben döntött arról, hogy a régi salakpályát a csíkszeredai futballklubnak bérbeadja, majd az magyarországi támogatással elkészíteti a létesítményt. A műgyep már megérkezett. A strand melletti salakpályát alakítják át, a pénzt a csíkszeredai futballklubon keresztül utalják Magyarországról. Az önkormányzat tavaly döntött arról, hogy 10 évig lesz haszonélvezője a megyei klub a tervezett beruházásnak. Korábban Szondi Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke azt mondta, az építkezés megkezdésétől számítva akár 90 nap alatt elkészülhet a korszerű műfüves létesítmény, melyen 6 mm hosszúságú minőségi műgyep lesz. A pályát 100 méter hosszúra és 62 méter szélesre tervezik, a beruházás tervezett értéke elérheti a 400 ezer eurót, a végső összeg csak a befejezés után derül majd ki. Az viszont biztos, hogy a városnak nem kerül pénzébe. A héten megérkezett a műgyep, amit az egyik cég udvarán tárolnak. Az önkormányzat döntésének értelmében a Puskás Akadémia elkészülte után a pályát a székelyudvari futballklub fogja üzemeltetni. Ha minden a tervek szerint halad, áprilisra be is fejeződnek a munkálatok. A Magyarországi Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia székelyföldi terjeszkedésének célja olyan központok létrehozása, ahol a tehetséges gyerekeket magas szinten tudják képezni. Székelyudvarhelyen nagy múltja van a futballnak, és az utánpótlás nevelés terén is elsők vagyunk. A városban több mint 300 gyermek jár futballedzésekre, ők idéntől a modern körülmények között sportolhatnak majd. A Gyergyószentmiklósi Progim vezetőségének sikerült leigazolnia a HSC Csíkszereda 8 játékosát. Emellett két újabb légióssal is erősít a csapat. A vezetőség arra kéri a szurkolókat, ők is tegyenek meg minden tőlük telhetőt, biztassák a csapatot a minél jobb eredmény elérése érdekében. A Progim a csapat erősítése céljából 8 csíkszeredai játékos leigazolását indította el, azonban a Román Jégkorong Szövetség által állított akadályokba ütköztek. Végül kedden hosszas tárgyalás után sikerült megegyezni a szövetséggel. Én is még két kollégám, vezetőségi tag. Bukarestbe utaztunk azzal a szándékkal, hogy leigazolásukkal jöjjünk haza. Hát, hogyha röviden fogalmazok, akkor ez sikerre járt ilyen szempontból, hiszen becsételték a játékjogot, úgymond, és játékosok hétvégén játszani tudnak majd. Hogy most milyen körülmények között sikerült ezt megcsinálni, ez egy érdekes dolog, erről is lehetne akár egy könyvet írni, még sok más mindenről. Megállapodás született, erről már nyilatkoztunk, abban állapodtunk meg, hogy kifizetjük a díjakot, kaucióban marad, úgymond szép magyaroson fogalmazva, az 1000 euró per játékos, és lesz majd egy döntés a feleviteli bizottságnak, azt ha nem tudja eldönteni, akkor tovább viszi a bűróhoz, és ott majd hoznak egy döntés, annak függvényében vagy 300 vagy 1000, 300 lej vagy 1000 euró fog maradni. Nem volt ezt könnyű kiharcolni a szövetségnél. Én nem állítom azt, hogy ők nem akarták, volt erre is sarkalat. Utóvégül azt tudom mondani, hogy örülök, hogy ezek a játékosok ennyi munka után, óriási munka van, higgy el mindenki, hogy óriási munka van benne, és ennyi munka után sikerült ezt végül is kalap alá hozni, de hogyha őszinte akarok lenni, a munka ezután kezdődik igazából. Mert ez az előjáték, úgymond, és ezután kezdődik az, hogy tudjuk összerakni a csapatot, milyenek lesznek az eredmények, stb. A HSC játékosain kívül két idegen légiós átigazolását is elindította a klub, az ügyintézés folyamatban van. Szlovák extraligás csapattól érkezik Robert Mikeska, valamint a Ferencvárostól jön a cseh Václav Novák. Egyre számítottunk, egy hátvédot, egy jó hátvédot szerettünk volna, hiszen a képletünkben benne volt a Spadi, aki a Szeredában játszott, ő is, mivel hogy ő esett, szükség volt keresni. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy egy jó játékost hozzunk. Az tény, hogy fiatal a srác, 22 éves, Mikeska, Robert Mikeska a neve. Ez egy szlovák játékos, extraligás játékos. Utána lehet tényleg nézni, bízunk benne, hogy jó lesz, jól fog teljesíteni, nagy szükség van hátvédra. És akkor utolsó momentumban volt már a fejünkben ez a gondolat, de mivel hogy hátvédot kerestünk, hát nem igazán foglalkoztunk csatárokkal,
de adódott a lehetőség annak a Nováknak, akit nem kell talán bemutatni, tehát többen tudják, hogy kiről van szó, szenzációs sikerei voltak sportklubnál is, Ferencvárosnál is, és extraligás játékos, valamikori volt cseh válogatott játékos. Tehát ő egy zseni, egy jó játékos valóban. Azért gondoltuk őt mindenképp elhozni, nem csak azért, hogy ez egy bomba hír, hanem ő az a játékos, aki képes eldönteni akár egy mérkőzést is. És nem utolsó sorban azt is el tudom mondani, hogy nagyon fontos az is, hogy a légiósok tekintetében is legyen meg egy konkurencia. Egy igazi csapat akkor csapat, hogyha az adott helyér, az adott posztér nem csak egy van, és akkor tudom mindig fülhallgató, a jövök meccsre, úgyis fogok játszani. Itt most az van, hogy valaki valamennyi mérkőzésen nem fog játszani. Tehát ezt majd az edző dönti el, hogy mikor ki. Hogy az éppenséggel Novák lesz-e, vagy ki lesz, ezt majd az edző eldönti, és a pillanatnyi forma. Én azt gondolom, hogy a vezetőség feladata az, hogy teremtsen ilyen helyzeteket, amelyből jól jön ki a csapat, és meg vagyok győződve, jól jön ki. Az elnök arra biztatja a szurkolókat, ők is biztassák a csapatot, álljanak a Progim mellé. Még mindenféleképpen szeretnék mondani azt, hogy ez a feladat, amiben bele lovaltuk magunkat, mondjam így, ez egy nagyon nagy feladat az aktuális vezetésnek, és mondhatom azt, hogy a klub házatáján, mondjam azt, hogy ilyen nagyobb dolgok történnek. Tehát amire én felhívnám a kedves közönség figyelmét, az, hogy járuljon hozzá. Tehát akkor érdemes valamit csinálni, ha mindenki hozzáteszi a részét. Nem a kommentekkel, hanem elsősorban hozzájárulásra. Tehát szurkolók, szervezzék a brigádjukot, szervezzék, hogyha nincs kicsi boci, van más, aki tud dobolni. És nagyon örülnék, hogyha tényleg ezekben sikerek lennének, hiszen a csapatnak most szüksége van a biztatásra. Több Szeredából érkező játékos is kiemelt a gyergyői szurkolót. Ez az egészet azért is tesszük, ezt már többször elmondtam, mert egy megújuló pálya van, egy jobbacska csapattal, ezt reményt ad talán arra, hogy több ifjúság fog erre kacsintani, és reményt ad talán arra, hogy a gyergyói hoki egy kicsit jobb pillanatokat fog megélni. Itt szólnék arra is, hogy nagyon szükség van a vezetőségbe is, akár újulásra, plusz emberre, és nagyon-nagyon szükség van, szeretnénk, tehát menedzserre is szükségünk lesz mindenféleképpen. Menedzser segítő munkára is szükségünk lesz. Tehát gyakorlatilag olyan embereket próbálnánk megszólítani, akik vállalnának ilyen feladatot. Itt nem feltétlenül önkénteskedésről van szó, hanem most ebben az időszakban is nagyon szeretnénk, hogy emberek jelentkeznének az irodába, beszélgessünk el, ki az, amit tudna vállalni, tehát egy konkrét munkahelyről beszélgetnék elsősorban. Tehát ez nagyon fontos a jövőt illetően. Várjuk szeretettel, aki úgy gondolja, hogy tud ezekért a dolgokért tenni, jöjjön. A hétvégén már kibővült kerettel lép jégre a Progim Karcfalván, egy hét múlva pedig az első itthoni mérkőzésekre is sor kerül, amelyekre már lehet jegyeket vásárolni a Progim irodában a jégpályán. Ez volt mára a Hargita magazin. Véleményeiket, javaslataikat várjuk az info@hargitatv.ro e-mail címre. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra a jövő héten!